Ha valaki egészségesen, tudatosan szeretne táplálkozni, pontosan tudja, mekkora gondot okoz, hogy hány gram protein, zsírt vagy szénhidrátot szeretnénk egy nap bevinni. Na most, ha velünk tartanak, a következő percekben megmutatjuk, hogyan lehet ezt egyszerűen. Szia, Brigi! Megakadályozlak gyorsan itt a súlyemelésben, meg nem mer nekem magadon. Pont ebédidő van, úgyhogy eszembe jutott megkérdezni tőled, hogy te, mint sportoló, hogyan tudod jól beosztani az étkezéseidet és az étrendedet? A mi sportunkban ez kulcsfontosságú, az egészséges táplálkozás, a nehéz fizikai mozgás kiegészítve nagyon fontos, hogy megfelelő táplálékbevitel történjen emellé. Évekig küzdöttem azzal, hogy saját magamnak kellett ezt a dolgot megcsinálnom. Nyilván ilyenkor alapos számolást igényel a dolog és elkészítést és idő. De most már vannak olyan helyek, ahol leadom, hogy mennyi fehérjét, mennyi szénhidrátot és mennyi zsírt szeretnék aznap fogyasztani, úgyhogy most már sokkal könnyebb az életem ebből a szempontból, a versenyfelkészülésem és a hétköznapi egészséges táplálkozásom is. Azt nem tudom, hogy holnap délben hol leszek, hanem nagyjából 2 perc múlva se látom még magamat. Hogyan lehet ehhez alkalmazkodni és igazgatni étkeztetés szempontjából? Úgy látom, hogy a mai sürgő világunkban igazából már nagyon is igény van, mert mindenkinek annyi dolga van egy nap, hogy igazából nem tudja nyomon követni, hogy a nap bizonyos szakaszain éppen hol lesz. 2 órával ebéd előtt mindenki tudja, hogy hol fog már tartózkodni, ilyenkor, hogyha felhívja a szolgáltatót, akkor már oda is fogják szállítani az ételeit. Egy sportolónak az étrendje mindig nagyon speciális és különleges. Ehhez is lehet jól alkalmazkodni? Mivel jó magam is sportoló voltam, ezáltal tudom, hogy milyen fontos egy sportolónak a speciális étrend összeállítása. Akár beszélünk itt tömegelő diétáról, szákásító életmódról, de akár cukorbetegeknek, sőt olyan kismamáknak, akik sportoltak és nem akarják feladni ezzel a táplálkozást. Nekik mind fontos, hogy hogyan összeállítva az napi ételsorjuk.